Csak megtaknyosodott orral tudjuk maguknak azt elbeszélni, mekkora nagy csuda volt, mikor meglett a barcikai ősanya. A Szent Szűz úgy elkódorgott, hogy több száz évig hiába keresték. De amikor végre ráleltek, maga a miniszter kötött útilaput arra a csontos talpára. Drága testvéreim, hazánk féltetten őrzött erekjéjét hívjuk segítségül, hogy hitet adjon, hozzáfordul, mert a barcikai ősanya vigasztalás, megtévázták e hont, ezért kell a barcikai ősanya. Ő nem egy rideg régészeti tárgy, hanem dicső múltunk egy darabja. Nekem egyetlen kikötésem volt, mikor engem felkértek a rendezésre, hogy ezt magammal kötöttem ki, hogy engem az nem érdekel, hogy valamit még egyszer megismételni, vagy második részt csinálni, hogy új legyen a történet. Azt gondolom, hogy ez egy abszolút új történet. Ez egy történet, ez nem egy kisfiúnak a csodálatos meséjén alapszik végig, és csodálatos nyelvezetén, hanem egy másik mese, amivel úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon tud együtt mozdulni a közönség. Az, hogy a Bakterházra hasonlít lelkileg, az természetes, hiszen én a Bakterházba baktert játszottam, és itt is egy pillanatra fejemen van a vasutas sapka, mint állomásfőnöknek. Ősanya akkora szenzációs dolog volt, hogy 10-20 állomással idén ivarosan olyan formán megváltozott az élet, mintha mi se történt volna. Bajusz János állomásfőnök úr a szűztől egészen hidege hagyva éppen magát ünnepelteti. Ő volt itt a világura. Nincs a földön még egy olyan hely, ahol vakvágányra épült volna disznóval, csak ivarosan. A szereposztás az mindig a rendezőnek a feladata, néha a producer is beleszól, ebben az esetben is beleszólt a fiam a producer, Pékoltai Gábor. De igazából nem került szó, tehát nem volt köztünk vita, mert minden színész, akit elképzeltünk, nagy örömmel vállalta a feladatot, és a rendezőnek az a dolga, hogy arra az adott szerepre a leges-leges legjobb megoldást válassza. Minden áron. Tehát ez a filmnek egy alapvető igénye. Itt igazából a két fiatalt kellett sok körültekintéssel kiválasztani ilyen castingokon, előválogatásokon, mert a fiatalokat nem ismerjük annyira, mint hogy mi várható tőlük. Nem ismerjük annyira, mint az idősebb kollégákat. És aztán szerintem végül nagyon jó volt a választás a fiatalok esetében is, és az idősebb színészek meg olykor felülmúlták azt is, amit lehetett várni tőlük. Nem engedje! Ezt nem! Ezekhez akarsz elszegődni? Soha, fiam! Soha! Ó, szegény körte vasutas úr! Megléked állomás főnök! Elmondani se tudjuk, hogy hasogat az ő fájú szíve. Miért adnálatod a szolgálni a legfőbb ellenségemhez? Hogy együnk! Tudod jól, hogy mit akar? Engem! Körte Lajos ex-állomás főnököt, hogy meghurcoljon, hogy nevetségesítegyem az egész való előtt. Te maga szegődik béresnek, édesapám? Míg én kelegessem galapzsírral a lelkét. Te csak dolgozol nála, fiam! De enyém a megaláztatás! Tudod, mit kászni?
itt most meghirdetem Körte Lajos pusztai vendettáját. Nincs többé se kegyelem, se irgalom. Eljött az ivarosi bosszú ideje. Ezt már mondta egy párszor, édesapám. Jobban hiszel, atyám? Pedig most komolyan beszélek. Persze, mi mindig. De most tényleg lesz rendben. Közönség véleménye majdnem mindig a jegypénztárban csapódik le. Mert sokszor még, hogyha tetszik nekik is egy film, mégse lesz belőle slágercikk, hogy nagyon nagy tömegek néznék meg. Hát nekem például egyik legkedvesebb filmem az, amit a legkevesebben láttak, olyan 90 ezeren a mozikban, a Szamba. De azért nem gondolom, hogy az nem jó, hanem ez kiszámíthatatlan. Úgy, mint hogy miből lesz sláger. Azt nem lehet előre tudni, azt nem lehet elhatározni. Vannak rá esetleg ráutaló jelek, hogy valamiből lehet siker. De például, hogyha mi a Megyagőzösben bíztunk volna annyira, amennyire bízhattunk volna most a eddigiek alapján, akkor ma, amikor beszélgetünk, nem 150 és 160 között, hanem 200 és 220 között, 1000 között lenne a nézőszám, akkor több kópiával merünk kijönni. Nem mertünk, ehhez nem voltunk elég bátrak, mert 27-28 kópia, azt hittük, hogy az bőven lefedi a kínálatot, vagy a keresletet. És hát kiderült, hát azért csak ma beszélgetünk itt Egerben, vagy azért van most a bemutató, mert 4 hétig kellett várni egy ilyen komoly, nagy hagyományú városnak, amihez ráadásul sok minden köt engem, mert eddig minden filmem volt itt, és a nyári játékokon annak idején majdnem 3-szor egymás után szerepelhettem. Sőt, egy titkot is elárulok, hogy én Heves megye művészeti díjasa vagyok, akkor kaptam, 80-as években. Úgyhogy ha mertünk volna kockáztatni, akkor most sokkal előrébb tartanánk. És ez már nehezen jön vissza, az a reklámmal megalapozott siker. Mert a reklám nélkül nem megy. Úgy van, na végre. Harmadik állomás főnöki születésnap. Hagyjuk a topzódást másra. Tessék, állomás főnök. Most, hogy napra pontosan, harmadik esztendeje, én koordinálom az ivarosi vasúti transzolás. Közkép! Pofát reteszre! Ez alatt a 3 év alatt nem csak az átmenő forgalmat, de az igen szélesen tisztelt ivarérett ivarosi közönség legnagyobb örömére a célforgalmat is, és akkor még nem beszéltem a kényelmes és üdítő várakozásról. Mi kezdődjál itt össze, Bajnos úr? Politikus volt maga előző életében? Tessék már uramra odabagózni. Rá is hamozom. Elparvolunk! Hát nem szívesen rendezek versenyt a filmjeimből, mert néha észreveszem, hogy ilyen skizofrén dolog van, hogy elkezdek az egyikre egy csöppet neheztelni, hogy miért mondják, hogy az a jobb, mikor most ez a legfrissebb, legújabb. Azt gondolom, hogy ez egy vadonatúj hang részemről. Tehát, hogy ilyen mesét, ilyen népi vérbő komédiát én még nem rendeztem, és nem is játszottam. Egyedül valóban a Bakterház szerepem játszódik népi közegben. De ez nekem egy nagy kihívás volt, és nagyon büszke vagyok, mert nagyon szeretik az emberek mindenfelé.